Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Kevesebb mint három hónapban hátra az önkormányzati és az európai parlamenti választásokig. Június 9-ével részletesen is foglalkozunk ma. Íme a teljes kínálat. Kihívások az agráriumban, vásáros naményban tanácskoztak a gazdák. Választás 2024, javában zajlik az előkészítés. Ezúttal Vásárosnaményban rendezett szakmai fórumot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ. Az eseményen az uniós közös agrárpolitikáról és az induló vidékfejlesztési pályázatokról tájékoztatták a térség gazdáit. Nagy István agrárminiszter a konferencián kihangsúlyozta, Európa agrárgazdasága fordulat előtt áll. Nyugodtan mondhatom, hogy sorsfordító órákat, napokat élünk most, hiszen most fog eldőlni, hogy lesz-e gyümölcs az idén vagy sem. És akármennyire is furcsa, hát sok mindent a kormányzat ez ügyben nem tud tenni. Úgyhogy én nagyon is csodálom, hogy itt vannak, és az idegességtől feszítve nem a gyümölcsösben készítik elő azokat a füstöléseket vagy védekezési módokat, ami mondjuk a hajnalban bekövetkező mínuszokra ad megfelelő választ. De ebből is látszik, hogy minden mennyire komplex és mennyire nehéz. Nem beszélve el kéne kapnunk a Sándorokat, Józsefeket, meg a Benedekeket, hogy tegyék a dolgukat, hozzák azt a meleget. Az is egy nagy baj, hogy emellett sem mehetünk el szótlanul. Majdnem egy hónappal jött a tavasz korábban, mint ahogy annak lenni kellett volna. És nyilván ez megint csak olyan új dolgokat tár elénk, olyan új megoldandó feladatokat tár elénk, ami ember feletti. Akkor, amikor a mezőgazdasággal kapcsolatban nézzük a híreket, akkor szokatlan jeleneteket látunk. Azt látjuk, hogy Párizsban az Eiffel-torony alatt, Berlinben a Brandenburgi kapu előtt, Brüsszelben a parlament előtt, ott állnak a traktorok. Joggal teszi fel a kérdést az az ember, aki nem közvetlenül érintett az agráriumban, hogy mi történik itt. Helyzet van. Valóban így van. Nagyon komoly helyzet van Európában. Mi vezetett idáig, hogy a nyugat-európai gazdáknak is elfogyott a türelmük? Nyugodtan fogalmazhatunk úgy, ha hallgattok volna ránk, ha komolyan vettek volna bennünket, akkor sokkal hamarabb eredményeket lehetett volna kicsikarni. De most már ők is érzik a bőrükön. Érzik a bőrükön azt, hogy soha még az európai agráriumot ilyen mértékű zöld ideológiai befolyás és hatás soha nem érte. Egyszerűen tarthatatlan az az állapot, hogy szakmai döntések helyett szélsőségesen zöld ideológiai nézeteket erőltettek rá az agráriumra. És nyugodtan mondhatom azt, hogy ezzel veszélyeztetve Európa élelmiszer önrendelkezését, az európai élelmiszer biztonságot. Felelőtlen döntés volt. És nyugodtan kérdezhetik önök, hogy mi a csodáért csak most ébrednek föl a nyugat-európai kollégáink. A helyzet az, hogy ők a magasabb életszínvonalból kiindulva az embereknek magasabb jövedelmi viszonyaik miatt, a gazdák, ha fogukat szorítva is, de teljesítették azokat az irreális követeléseket, amit előírtak számukra a termőföldtől az asztalig. Ez az a bizonyos Green Deal. A nagy megállapodás, már a neve is hazugság, mert nem megállapodás volt, hanem kényszer. Nem deal volt, hanem direktíva volt. És ráadásul ami orcapirító, hogy mindenféle hatásvizsgálat nélkül történt mindaz. Csökkentsük felére a növényvédőszer használatot, csökkentsük felére az antibiotikum használatot, olyan irreális állatvédelmi előírások és olyfokú bürokrácia növekedés, amit épésszel nagyon fölfogni nem lehet.
De a nyugat-európai gazdáink úgy voltak ezzel, hogy hát mivel a termékeiket piacra tudják vinni, magasabb áron el tudják adni, hát jól van, akkor csináljuk, mert óriási a társadalmi elvárás és a társadalmi nyomás rajtunk. Hiszen politikai tényezővé váltak a különböző zöld pártok. És az Európai Unióban, a parlamentben pedig többségre is kerültek. És ezért ez egy olyan ráerőltetett nyomás volt az európai mezőgazdaságra, ami egy igazából óriási nagy sértésben és hazugságban csúcsosodott ki. A sértés és hazugság a következő, hogy az európai éghajlatváltozásért, vagy a világ éghajlatváltozásáért az európai gazdálkodók a leginkább felelősek. Hát ha van sértés, akkor ez az. Ez egyből ezt vissza kell utasítanunk. És hogy miért a legnagyobb hazugság? Mert a következőképpen néznek ki a számok. Ha az összes szén-dioxid kibocsátást nézzük a világba, akkor Európa összesen az iparral, a vegyiparral, a divattal, mindennel egybekötve 7%-át bocsátja ki a szén-dioxidnak a világba. 7%-át. Tehát, hogyha mind a 7-et az európai gazdák bocsátanák ki, akkor is full jelentéktelen volna az egész a világ szén-dioxid kibocsátásához képest. És azt gondolják el, hogy erre lehetett politikát építeni. El lehetett hitetni a társadalommal, hogy a tehenek okozzák itt a világ végét. És valami hihetetlen, hogy mennyire az életmód megváltozásából eredően az emberek, ahogy eltávolodtak a termőföldtől, a valóságtól, beköltöztek városokba, ott is a belvárosokba, egyszerűen elszakadtak a valóság érzékelésétől. És támad bennünk egy nosztalgikus érzés, hogy jaj, gyerekkorban, vagy amikor a nagymamám mesélt róla, hogy őrizgette a tehenet, milyen szép volt, hogy a kamillás réten az öreg Betze ott sétálgatott és csóválta a farkát. Na hát az az igazi mezőgazdaság. És ehhez a teljes téves, idillikus, álromantikus állapotba akarják visszaterelgetni az európai mezőgazdaságot, hogy akkor legyen élelmiszerellátás. Óriási felelőtlenség. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium kutatóintézete sokkal hamarabb létrehozott egy vizsgálatot, egy tudományos vizsgálatot, amivel kimutatta, hogy súlyos versenyhátrányba kerül Európa agráriuma, hogyha a Green Deal bevezetése kerül. De akkora volt a nyomás az európai gazdákon, hogy nem lehetett ellenállni. Mindaz, amit mi minden egyes alkalommal elmondtunk, mert lennie kellene egy szabálynak, amit be kellene tartani. De előtte nézzük meg, hogy végül is mi vezetett a kenyértöréshez. Mi vezetett oda, hogy a gazdák azt mondták, hogy na most már elég volt. Az árulás érzése. Az az érzés, hogy ők mindent megtettek, amit kértek tőlük, viszont nem védték meg őket, amikor rászorultak volna. Miben is nem védték meg? Nem védték meg a piacaikat. Mert nehezített körülmények között termeltek, de a megnehezített körülmények között előállított kiváló minőségi élelmiszereiknek elveszett a piaca. Egy olyan országgal szemben, ahol semmilyen szabály nem kötelező. Úgyhogy a ma estének kell lennie egy nagyon fontos, közös, ennek igazi dealnek, megállapodásnak, amit én mindig el szoktam mondani Brüsszelben, minden egyes főszólásomban, hogy egyszerűen a fejükbe beleültessem a mondatot, amely így szól. A nagy megállapodásnak annak kell lenni, hogy az Európai Unió területére, vagy területén csak olyan élelmiszert lehet forgalmazni, amelyre mindegyikre ugyanaz a szabály vonatkozik, attól függetlenül, hogy melyik országba állították elő. Európán belül, vagy Európán kívül. Mert akkor versenyezhetünk. De az nem megy, hogy a zöld ideológiai nézeteikből eredő versenyhátrányt azzal kompenzálják, hogy majd egy harmadik országból behoznak olcsó, ellenőrizetlen minőségi élelmiszert.
És aki nincs közelben az agráriumban, nyugodtan kérdezheti meg, hogy mi a csodáért tud egy ukrán mezőgazdaság olcsóbban termelni, mint az európai. Nagyon sok összetett oka van. Földbirtok szerkezet. Addig, míg ugye az európai gazdálkodóknál 20 és 50 hektár közötti a gazdasági méretek, addig ott 320 ezer hektártól 720 ezer hektárig terjedő latifundumok vannak. Ráadásul a talaj adottság is a csernozium, tehát 7-8 méteres vastag fekete föld. Hát versenyezzünk így. Ráadásul ők olyan növényvédőszereket használhatnak, amit már itthon 20 éve betiltottak, semmilyen szabály nem vonatkozik rá. Hogy milyen képmutatás van az Európai Unióban, csak egyetlen egy példával hagy eseteljen. Döntés született arról, hogy nagy mértékű hitelt, sőt az Európai Unió legnagyobb mértékű hitelét biztosítja Ukrajnának egy tojástermelő farm létrehozására. Nem találják ki milyen technológiával. Ketrecessel természetesen, mert nálunk betiltják, ott pedig majd az olcsó tojást előállítják. Tehát valami elképesztő önsorsrontás, ami történik. Ezért is nagyon-nagyon fontos dolog majd a június, amikor bölcsen mindenkinek azon kell döntést hozni, és azt a döntést kell meghozni, hogy ezen az úton megyünk tovább, vagy igyekszünk valami gyökeres változást elérni ezekben a döntésekben. Tehát nem vagyunk egy egyszerű helyzetben. És az európai gazdák ezért vannak most ott, ahol vannak, ahol igazából nem kéne legyenek, ha a kormányaik józan döntéseket hoznak. És ez a nagy különbség. Mert ha a piacainkat nem védjük meg, akkor nem tudunk olyan eredménnyel gazdálkodni, ami ránk férne, hogy a jövőnk biztonságban legyen. Idén, június 9-én kettős választásokat tartanak Magyarországon. A voksoláson egy napon közös eljárásban választják meg az európai parlamenti képviselőket, az önkormányzati képviselőket és polgármestereket, valamint a nemzetiségi önkormányzatok képviselőit. A lebonyolítás a Nemzeti Választási Irodára is hatalmas terhet ró. A részletekről Nagy Attilát, az NVI elnökét kérdeztük a Várvegyeházán. Több választásra is készülhet most Magyarország. Ilyen összetett választás talán még nem is volt ebben az országban. Kezdjük azzal, hogy mikor lesz pontosan ez a választás, és mire kell készülni, milyen választások lesznek most. Igen, június 9-én lesz ez a választás, illetve közös eljárásban három általános választást tartunk ezen a napon. Egyrészt az Európai Parlamentnek a magyar képviselőit választják meg a magyarországi választópolgárok, másrészt a magyarországi települések polgármestereit és képviselőtestületi tagjait választjuk meg, harmadrészt pedig a nemzetiségi önkormányzatoknak a tagjait választjuk ezen a napon egy közös eljárás keretében. Bontsuk is ki akkor ezeket, hogy melyik miről szól, melyiknek mi a célja. Kezdjük talán a legegyszerűbbel, ami mindenkinek nagyon kézenfogható, az a polgármester választás. Polgármestereinkre június 9-én egy önálló szavazólapon fogunk tudni szavazni, településen induló polgármester jelöltek, akiket a választási bizottság nyilvántartásba vesz. Őróluk, ő közülük tudunk majd választani, és az ő szavazólapjukon egy választó polgár által egy szavazatot leadva, és az választás estején ezeket összeszámítva az eredmény alapján fog kiderülni, hogy ki lesz majd a polgármester. A választásnak a sajátossága az, hogy annak ellenére, hogy június 9-én tartjuk ezt a választást, hivatalba csak október 1-én fognak lépni ezek a megválasztott polgármesterek, és ugyanígy a képviselőtestület tagjai is, akiket megválasztunk országszerte. Tehát lesz egy pár hónapos időszak, ahol még a mostani polgármester és képviselőtestület dolgozik tovább, és gyakorolja
az őket megillető jogokat, illetve végzi a kötelességeit, és október 1-ét követően lépnek hivatalba a június 9-én megválasztott új polgármesterek és képviselők, és azt követően fogják helyben az alakulőüléseket megszervezni, megtartani, azt követően áll föl az új testület és kezd el működni. Európai parlamenti választás is lesz most június 9-én. Ekkor kiket választhatunk meg, mik lesznek a megválasztottaknak a feladatai? Közjogilag Magyarország, mint az Európai Uniónak az egyik tagállama, bizonyos hatásköreit az uniós szerveken keresztül gyakorolja, többek között az Európai Parlamenten keresztül, mint az Európai Uniónak egyik társjogalkotó szerve, és az Európai Parlamentben minden egyes tagállamnak joga van meghatározott számú képviselőt küldeni, és a magyarországi európai parlamenti képviselőket fogjuk június 9-én megválasztani. Itt az egész ország egy választókerületet alkot, és kizárólag pártok által felállított listákra fogunk tudni szavazni. A választható listák közül itt is egyre tudunk érvényesen szavazni, és ennek annyi lesz a sajátossága, hogy miután Olaszországban este 11-ig tart aznap a szavazás, azért csak ezt követően lesznek ismertek a hazai eredmények is, és ekkor fogjuk az összesített eredményeket nyilvánosságra hozni. És beszéltünk még egy harmadik választásról is, amiről talán eddig kevesebb szó esett, ez pedig a nemzetiségi önkormányzati választás. Így igaz, a közös eljárásnak a harmadik részeként a nemzetiségi önkormányzataink képviselőit fogjuk megválasztani. Ennek a választástípusnak az a sajátossága, hogy míg az önkormányzati választásokat és az európai parlamenti választások időpontját a köztársasági elnök úr tűzte ki március 12-i döntésében, addig a nemzetiségi önkormányzatoknak a választását azt a Nemzeti Választási Bizottság tűzte ki. A tűzés napján a nemzetiségi választópolgárként nyilvántartott névjegyzékben szereplő számok alapján meg is határozta a Nemzeti Választási Bizottság, hogy mely településen, milyen nemzetiség jelöltje indulhat a választáson. Ugye ennek további alapját képezte a 2022. évi népszámlálásunk, hogy ott kivallotta magát valamely nemzetiséghez tartozónak, de az, hogy egyébként a nemzetiségi névjegyzékben hányan szerepelnek, ez pedig azt határozza meg, hogy hány fős testületet választ az adott település, illetve hogy mekkora lesz a területi és az országos nemzetiségi önkormányzatnak a létszáma. Ez a Nemzeti Választási Bizottságnak a kitűző határozatából jól nyomon követhető. Minden egyes településnél is ott lesz, illetve ott van, hogy mely nemzetiség, milyen típusú nemzetiségi önkormányzati választása lesz ott kiírható, és ahhoz a választásnak a megtartásához a potenciális jelölteknek mennyi ajánlást kell összegyűjteniük az ajánlásgyűjtő időszakban, ami előttünk áll. Az, hogy egy ugyanazon napon több választás is lesz, ez mennyire nehezíti meg a választásnak a szervezését, illetve a lebonyolítását? Ad kihívásokat és munkát a számunkra, de igyekszünk a legjobb tudásunk szerint felkészíteni a választási igazgatásban dolgozó választási irodákat, illetve a szavazatszámláló bizottsági tagokat. Annak ellenére, hogy ez egy közös eljárás lesz, és talán a jó oldalát nézve forrást takarítunk meg az államkasszának egy részről, más részről pedig mindenkinek egyszerűbb, hogy a két nagy választás helyett egy napon megtartjuk ezeket, tehát szervezési oldalról is összességében könnyebbséget jelent. Ugyanakkor azok a sajátos helyzetek hozzájárulnak és adják a kihívásokat, hogy eltérő a jogi szabályozás az európai parlamenti választásnál és az önkormányzati választásoknál, ideértem a nemzetiségi választásokat is, és például az átjelentkezésnek a szabályaiból akadnak olyan feladatok, vagy esnek ki olyan feladatok, amire nekünk külön kellett készülni, és amire a választópolgároknak is készülni kell. Hogy csak a legkézzelfoghatóbb példát
mondjam. Az európai parlamenti választások vonatkozásában ugyanúgy, ahogy az országgyűlési választásokon át lehet jelentkezni, másik településre, külképviseletre, viszont a helyi önkormányzati képviselők választásán ott kizárólag akkor tudunk átjelentkezni, ha már a választások kitűzését megelőzően 30 nappal volt egy másik településen létesített tartózkodási helyünk. És ez azt is eredményezi, hogy ha valaki átjelentkezik például az európai parlamenti választásokra, akkor kizárólag az EP választás vonatkozásában fog szerepelni az átjelentkezési kérelmében megjelölt másik településen vagy külképviseleten a névjegyzéken, míg a helyhatósági választások és esetleg a nemzetiségi választások kapcsán pedig marad a lakóhelye szerinti névjegyzékben. Tehát praktikusan előfordulhat az, hogy egy nyíregyházi választópolgár tudja, hogy június 9-én Debrecenben fog egész nap dolgozni, és el kell indulnia már akkor, mielőtt kinyitnának a szavazókörök. Elindul, ott átjelentkezéssel leszavaz az európai parlamenti választásokon, majd időben végez, és hazaérkezik este 7 óra előtt, akkor a lakóhelye szerinti szavazókörbe, ő neki még joga van bemenni, ott is aláírni a névjegyzéket, és a helyi polgármester képviselőjelöltekre leadnia a voksát. Hogyha ennél a példánál maradunk, amennyiben nem ér haza zárás előtt, akkor előfordulhat az, hogy polgármesterre ő nem fog tudni szavazni? Igen, akkor ez a helyzet fog előállni. Ugye azt már mondtuk, hogy június 9-e lesz a dátum, a választásnak a dátuma. Mikor kezdődik maga a kampányszezon, és a pártok hivatalosan és szabályosan hogyan tudnak kampányolni? Maga a kampány az a választásokat megelőző 50. napon, tehát idén április 20-án indul. Ez az a hivatalos időszak, amit a választási eljárási törvény alapján kampányidőszaknak tekintünk. A választási eljárásról szóló törvény tartalmazza a kampányeszközöket, a leggyakrabban alkalmazott kampányeszközöket, mint a plakátolás, a választási gyűlés szervezése, a közterületi kitelepülés, a köznyelven a pultozás, amikor a választópolgárokkal egy utcasarkon, a piacon találkoznak a jelöltek, jelölőszervezetek, és akár az ajánlásban kérnek aláírást, akár pedig közéleti kérdésekben szót váltanak egymással, és az ő nézeteiket megosztják a választópolgárokkal. Az egyes kampánytevékenységeknek a törvényi szabályait ezt a választási eljárási törvény tartalmazza. Ugyanakkor éppen amiatt, hogy a helyi választásokon indul a legnagyobb számú jelölt, országosan nagyjából 70 ezer jelöltre számítunk, ezért a választási iroda idén első alkalommal készített egy külön választási füzetet a jelöltek, jelölő szervezetek számára. Ez már a honlapunkon, a választás.hu-n elérhető és megtalálható, és ajánlom minden olyan választópolgár figyelmébe, aki jelöltként is szándékozik megméretni magát a június 9-i választásokon, hogy ott a számára legfontosabb információk megtalálhatók. Egyrészt az adminisztratív rész, mire kell figyelni, hogyan kell ajánlást gyűjteni, nyilvántartásba vetetni magát, másrészt a kampányról a legfontosabb tudnivalók ott is kivonatoltan szerepelnek, tehát érdemes ezt áttanulmányozni, és ebből is készülni erre a feladatra. A kampányidőszak kezdési dátuma már elhangzott. Meddig lehet például aláírásokat vagy jelöléshez szükséges szavazatokat gyűjteni, mert mikor zár a kampány? Ez eljárásjogilag külön válik ez a két folyamat. Kampányolni egészen a szavazás napján is lehet még. Ott már csak egy úgynevezett relatív kampánytilalom él a szavazás napján, vagyis, hogy aznap már gyűlés nem lehet tartani, illetve a szavazókörök 150 méteres körzetében nem lehet körzetén belül nem lehet kampánytevékenységet folytatni. Az ajánlásgyűjtés az pedig ezt megelőzi, hiszen az ajánlásgyűjtés az majd április 20-án elindul,
de annak van egy fix határideje, hiszen azt követően a megfelelő számú ajánlást gyűjtő jelölteket a választási bizottságoknak nyilvántartásba kell venni. Akit nyilvántartásba veszünk, az felkerül a szavazólapra, a szavazólapról dönteni kell a bizottságnak, és azt követően ugye a nyomda le is gyártja ezeket, és még a választás előtt ezeket ki is kell szállítani a szavazókörökbe. És akkor elérkeztünk június 9-éhez. Aki szeretne elmenni szavazni, az hogyan készüljön, mi az, amit mindenképpen vigyen magával? Április 3-ától kezdi a Nemzeti Választási Iroda az értesítőket postázni. A szokott rendben mindenki személyre szabottan megkapja az értesítőjét, amiből látni fogja, hogy hol fog szavazni. Érdemes ezt áttanulmányozni. A legtöbb helyen nincsen változás, de vannak olyan települések itt a Vármegyén belül is, ahol új helyszínen fognak tudni szavazni. Ez az értesítőből kiderül. Hogyha menet közben valaki lakóhelyet változtatna, vagy átjelentkezési kérelemmel él, akkor új értesítőt fog kapni szintén a Nemzeti Választási Irodától. Egyébként az ilyen típusú kérelmeknek a benyújtásához szintén ajánlom mindenkinek a figyelmébe a választás.hu weboldalt, ahol ügyfélkapus azonosítást követően az összes választópolgári kérelem 1-2 perc alatt kitölthető, majd egy tavalyi törvénymódosítás következtében 1-2 másodpercen belül a tárhelyünkre meg is érkezik az ezzel kapcsolatos döntés, tehát itt is igyekszünk a választópolgároknak az igényeit minél hamarabb és minél gyorsabban kiszolgálni. Visszatérve a szavazásra, tollat vihetünk magunkkal, de kapunk is, csak tollal lehet érvényesen szavazni, tehát erre figyeljünk, és ahhoz, hogy szavazni tudjunk, az SSB tagja azonosítani fog bennünket, tehát egy lakcímkártyát és valamilyen érvényes igazolványt mindenképp vigyünk magunkkal a szavazásra. Megérkeztünk, bemutattuk a szükséges igazolványokat, bemegyünk a fülkébe. Ott hány lapot fogunk kapni, mit fogunk ezeken látni? Még mielőtt bemegyünk a fülkébe, aláírjuk a névjegyzéket. Ezzel tanúsítjuk azt, hogy átvettük a szavazólapokat, amelyeket ott a jelenlétünkben pecsétel le a bizottságnak egy tagja. Mindenképpen fogunk kapni egy EP-s szavazólapot, egy a Vármegyei Közgyűlés listás szavazólapját, polgármesteri szavazólapot, képviselőkre vonatkozó szavazólapot, hogy ez település típustól függ, hogy egyéni jelöltre szavazunk 10 000-nél nagyobb lakosú településeken, illetve a kislistás rendszerben pedig az annál kisebb településeken, és hogyha nemzetiségi névjegyzéken is szereplünk, ehhez ugye külön regisztrálni kell, akkor az adott településen, hogyha van települési, nemzetiségi önkormányzaton is induló, választáson induló jelölt, akkor őre is tudunk szavazni, illetve hogyha van területi, és minden esetben lesz országos nemzetiségi választás, akkor még azokat a szavazólapokat kapjuk meg. Itt egy dologra kell figyelni, a nemzetiségi választásoknak a szavazólapjai azok zöld színűek lesznek, teli zölden lesznek nyomtatva, és egy zöld színű borítékot kapunk hozzá. A borítékon is rajta lesz, de itt is elmondom, hogy ebbe csak és kizárólag a nemzetiségi szavazólapokat kell tenni, és ezt a borítékot le kell zárni. Csak így lesz érvényes, és a többi szavazólapot pedig ahhoz egy fehér borítékot kapunk, abba bele lehet azt tenni, le is lehet akár zárni, de az az érvényességét nem fogja befolyásolni, a nemzetiséginél figyeljünk rá, hogy csak a zöldet tegyük bele, és zárjuk is le, mert az csak úgy érvényes, hiszen nem feltétlen a helyi választási bizottság fogja megszámolni, hogyha nincsen az adott településen nemzetiségi önkormányzati választás, akkor ezt továbbítja a választási irodán keresztül a választási bizottság, és ezt a megyei szervek, illetve a Nemzeti Választási Bizottság fogja majd összesíteni az országos nemzetiségi választások szavazólapjait. Ugye ezen választás alapján áll majd össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat is. Ez hogyan zajlik pontosan, hogyan történik? Itt a Vármegyei szavazólapra leadott szavazataink összesítése alapján fog az eredmény előállni, és ahogy a többi választás típusnál, vagy ahogy a helyi választási eredményeknél is,
az európai parlamentit azt ne számítsuk ide, de a polgármesteri képviselőtestületi eredmények tekintetében, annak ellenére, hogy ezek a, hogyha lesz jogorvoslati eljárás, akkor azt követően, de jogerőssé válnak előbb-utóbb, néhány héten belül a választást követően, ténylegesen a közgyűlés is majd csak októberben fog megalakulni, és egész addig a mostani közgyűlés ellátja még a feladatait. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!